nyár végén gondoltuk úgy, hogy érdemes megtartanunk ezt a beszélgetést, ezt a kerekasztal beszélgetést, mert azt vettük észre, hogy bár egyre több téma, egyre több előadás, konferencia foglalkozik a migráns kérdéssel, de annak általában csak biztonságpolitikai, bel- vagy külpolitikai aspektusából vizsgálták a kérdést, a kulturális hatásokról nem esett szó. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, ezért szerveztük meg ezt a rendezvényt. Azt gondolom, ezt igazolja az is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nemrégiben megjelent migráció hatásait és kiváltókait vizsgáló elemzésében is a javaslatok között szerepel, hogy a kutatásokat folytatni és ki kell terjeszteni más szakágokra is, így a kultúrára is. A mai kis beszélgetésünknek ez a témája, hogy kulturális értelemben mi a kockázat. És itt a kultúra fogalmát én szélesen értelmezem, tehát mondjuk az európai jogi vívmányok, emberi jogi vívmányok, alkotmányjogi vívmányok, hogy ezek számukra elfogadható értékek-e? Tehát itt most nem, meg kell fordítanunk a dolgot, nem csak az a kérdés, hogy egyébként mi rendes, tisztességes európai demokrataként és mások problémáira érzékeny emberként képesek vagyunk-e befogadni azokat, akik tőlünk menedéket kérnek, vagy akár, ha nem is politikai menedéket kérnek, hanem gazdasági menekültként a jobb életreményében tőlünk befogadást és segítséget várnak, mert ez szerintem nem kérdéses, az európai kultúrában benne van, mi mindannyian úgy gondoljuk, hogy aki tőlünk segítséget kér, aki a mi ajtókon kopogtat, ez a keresztény kultúrában is benne van, azt befogadjuk annak helyet, és szállást adunk. Meg kell fordítani a kérdést, hogy ők egyébként vendégként nem élni tudnak-e a vendégjoggal, vagy nem akarnak-e vele visszaélni. Az iszlám tanítása szerint az iszlám maga a szabadság. Az iszlám viszont nem más, mint Isten által adott törvény. Ebből következőleg, és ezt egészen nyilvánvalóan kimondják, hogy a demokrácia egy istentelen rendszer, mert emberek adták ezt a törvényt, a demokrácia törvényeit emberek szabják. Tehát az iszlám és a demokrácia összeegyeztethetetlen. Párhuzamos társadalom az a multikulturális társadalomnak egy formája. Tehát ha megnézzük az európai helyzetet, akkor azt látjuk, hogy általában még nyelvi alapon is szétválasztódnak társadalmak egy idő után. Ott működik igazából jól egy multikulturális társadalom, ahol nagyon sokan vannak, nagyon nagy a sokszínűség, illetve nagy a sokszínűség és kis csoportokból áll.